Tisztelettel köszöntök mindenkit Balmazújváros város önkormányzat képviselő testületének 2016. december 14. napjára összehívott munkaterv szerinti képviselőtestületi ülésén. Megállapítom, hogy a képviselőtestület határozat képes. Először a napirendről kezdeményezek szavazást, miután csak a Kispál elnök úr elmondta hozzászólását. Köszönöm szépen. Az ügyrend és jogi bizottság a mai testületi ülésre 6 sürgősségi előterjesztést engedett be. A napirendi pontok és a polgármesteri jelentés megszavazása után elfogadták a Balmazújvárosi közös önkormányzati hivatal munkájáról és a megjelent fontosabb jogszabályokról szóló tájékoztatót. Így a titkársági osztály, a hatósági osztály, a szociális csoport, a beruházási osztály, a pénzügyi osztály beszámolójáról döntött a képviselőtestület. Elfogadták a település foglalkoztatási helyzetről szóló tájékoztatót, amelyből kiderült, hogy Balmazújvároson 2015-ben a munkanélküliség relatív mutatója 6,64%-os volt, amely közel fele a 2011. évi adatnak. Városunk mutatója a járási hivatalhoz tartozó településekhez, vagy akár a megyei mutatóhoz viszonyítva a legkedvezőbb. Jóvá hagyták az önkormányzat 2017. évi munkatervét. Meghatározták az önkormányzati hivatalban dolgozó köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2017. évi célokat. Többek között tartalmazza a helyi normák hatályos törvényeknek, rendeleteknek, ágazati jogszabályoknak, a határozatok uniós normáknak való megfeleltetését, vagy az önkormányzati pénzügyi gazdálkodás biztonságának fenntartását. Jóváhagyták Balmazújváros város önkormányzatának 2017. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési tervét. A belső ellenőrzés keretében kell gondoskodni a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is. Módosították az egészségügyi alapellátás nyújtó szolgálatok körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati rendeletet. A módosításra azért volt szükség, mert a tanyákat körzetbe sorolták, valamint egyes köznevelési intézmények neve megváltozott. Az orvosoknál személyi változások voltak. Módosították a közterületek használatáról, védelméről, a közterület használat díjáról szóló önkormányzati rendeletet. Az eltérő vélemények ütköztetése után elfogadták a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendeletet. Helyi népszavazást Balmazújváros választópolgárai legalább 25%-os támogatással kezdeményezhetnek. Hatályon kívül helyezték a helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendeletnek egyes pontjait. Kótai Csaba megbízott főépítész összefoglaló főépítési szakmai értékelése alapján önkormányzatunk a helyi építési szabályzat és szabályozási tervének meghatározott területekre vonatkozó 2016. évi módosításához a környezeti vizsgálatot nem készíti el. Jóvá hagyták a település szerkezeti terv és leírás, helyi építési szabályzat és szabályozási terv meghatározott területekre vonatkozó 2016. évi módosításához kapcsolódó egyszerűsített eljárás véleményezési szakasz lezárását. Viták, véleményütköztetések után döntöttek a Balmazújváros város önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény állami működtetésbe vételéről. 2017. január 1-től az általános iskolák is állami kezelésbe kerülnek. A Balmazújvárosi általános iskola a Hajdúböszörményi tankerülethez tartozik majd.
Az önkormányzatunk és a tankerület megállapodása rögzíti a működtetésre, átadásra kerülő ingatlanok és ingóságok teljes körét. A feladatok a létszám átadás átvételének és a vagyon ingyenes vagyonkezelésbe adásának személyi, tárgyi, dologi feltételeit. Szavaztak az uszoda beruházás kapcsán egy ideiglenes út kialakításáról. A képviselőtestület a beruházás érdekében támogatja a Debreceni utca 8 szám alatti ingatlanon a Debreceni utca állami út csatlakozásától az uszoda építési helyéig kialakítandó ideiglenes kőzúzalékos út létesítését. A terület tulajdonosa mindössze annyit kér az önkormányzattól, hogy az eredeti állapotban adja vissza az érintett útszakaszt. Balmazújváros város önkormányzat képviselő testülete egyetért az Egyesített Óvoda és Bölcsöde Intézmény 2016-2017. Nevelési évre készített munkatervében foglaltakkal. A testület úgy döntött, hogy 2017. január 1-től az Egyesített Óvoda és Bölcsöde Intézmény bölcsödei intézményegységében engedélyezi a jelenleg 4 órás munkaterv szerint foglalkoztatott két fő bölcsödei dajka 8 órás munkaretben történő alkalmazását. Az Egyesített Óvoda és Bölcsöde Intézménynek további 249.000 forintos támogatást nyújt a testület, mivel szeptember 5-től új bölcsödei csoport indult Balmazújvároson, ezért eszköz és tárgyi feltételeinek bővítésére és kiegészítésére van szükség. Módosították a Lengyel-Menyhért Városi Könyvtár szervezeti és működési szabályzatát. Döntöttek az önkormányzat folyószámla hitelkeret szerződéséről. 2017. január 1-től december 20-áig az önkormányzat által felvehető hitelkeret összeg maximum 100 millió forint a legkedvezőbb kondíciók mellett. A képviselőtestület kifejezte szándékát, hogy pályázni kíván a 2017-18 évi időszakra kiírt járási startmunkaprogramra, melyhez a szükséges önrészt a 2017. évi költségvetés terhére biztosítja. A képviselőtestület a benyújtott pályázatainak pozitív elbírálása esetén támogatja az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárások megindítását. A képviselőtestület többsége hosszas vita után a Termál Hotel Balmaszálloda megvásárlásáról döntött. Ha a kormány hozzájárul az ingatlan megvásárlásához, az OTP banktól 11 év futamidőre bruttó 230 millió forint hitelt veszünk fel. A Kamilla gyógy termál és strandfürdő jegyárai minimálisan emelkednek. A városkártyával rendelkezőknek továbbra is járnak a kedvezmények. Csige Józsefnéd és Csihánné Tóterikát a helyi választási bizottság póttagjaivá választották. Az egészségházban 4 darab összkomfortos lakás kezelői és bérbeadói feladatainak ellátásával 2017. január 1-től a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. Bízza meg a képviselőtestületet. Döntöttek a napelemes kísérőművek pályázati lehetőség kapcsán területhasználat szándéknyilatkozatáról. A Sarkadi utca iparövezetében 2 naperőmű épül meg. Módosították a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló rendeletet. A szolgáltatási önköltség évközben egy alkalommal korrigálható. Módosították a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatát. A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal létszámát 2016. december 15. napjától egy fővel közterületfelügyelő munkakörrel növelik. A
Az önkormányzat a Balmaz Kamilla Kft. Részére átadja a Kamilla gyógy, termál és strandfürdő külső szaunaház üzemeltetését. Az interpellációk során dr. Veres Margit gratulált Nagy Lajos utánpótlás labdarúgó szakvezetőnek. Munkásságának megyei elismeréseként vette át a Kovács Pál díjat. Tóth Attila interpellációjában tájékoztatta a lakosságot, hogy a Fidelitas gyűjtés szervez a kárpátaljai rászoruló magyar gyermekeknek. Az adományokat a Batthyány utcán található Fidesz irodában, valamint vasárnap délelőtt a piac területén tudják átadni a lakosok. Dr. Veres Margit polgármester interpellációjában ismertette Radóc László és Tarcsai Ilona testülethez címzett levelét. A leírtakkal mai műsorunkban még foglalkozunk.